A Karcag Városi Diákönkormányzat megtartotta tanévindító közgyűlését, melyen az is kiderült, hogy az eseménynek helytadó Kifli, Karcagi Ifjúsági és Lurkóiroda minden nap nyitva lesz. Hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között várnak minden karcagi fiatalt, általános és középiskolást és valamennyi érdeklődőt a helyszínen. További jó hír még, hogy több kisterem és egy nagyterem is hamarosan kialakításra kerül itt. A Karcag Ifjúsági és Lurkóiroda, röviden Kifli, most egy kisváros nevű projekt keretében a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány támogatásával, illetve Karcagváros önkormányzatának támogatásával indítja el ezt a projektet. Ez alapvetően egy 3 éves projekt. Az alapítvány szakmai és pénzügyi támogatást, az önkormányzat is szintén szakmai és pénzügyi támogatást ad a projekt mellé. A cél az, hogy jövő év, tehát 2025. január-februárjára itt ki legyenek alakítva a plusz helyiségek. Ezt követő második fél évben már az első klubprogramok, klubdélutánok, tanulószoba, moziklub elinduljanak. Majd a második-harmadik évben már olyan nagyobb ívű tervek, mint Kifli Fesztivál, közösségi kiskert, közösségi akciók, adománygyűjtési kampányok is szerepelnek a projekt keretében. Városunk vezetése is folyamatosan figyelemmel kíséri a Karcagi Diákönkormányzat munkáját. Szepesi Tibor, városunk polgármestere is köszöntötte a megjelenteket. Nagyon sok munka van az Központi Ifjúsági Egyesület háta mögött, nagyon sok munka van az önkormányzat háta mögött, és nagyon sok munka van abban a diákönkormányzati munkában, a dökökben, az iskolai dökökben és a városi diákönkormányzatban is, hogy egyáltalán eljussunk idáig. És ez a munka, ez köszönhető azoknak, akik itt ülnek, köszönhető azoknak az elődöknek, akiktől át kellett venni a stafétapotot, és azt látom, hogy jól sikerült átvenni a stafétapotot, hogy atlétikában tudjuk, hogy a botnak szerepe van, mert azt kell körbevinni a pályán, és nem mindegy, hogy milyen gyorsan és milyen zökkenőmentesen, mert el lehet ejteni azt a botot, aztán föl lehet venni, és akkor előről kezdeni, de lehet folyamatosan és szépen ezen a pályán körbe-körbe vinni. És ez most úgy látom, hogy sikerült, mert az előrelépés megvan, az iroda fejlődik, nem csak ez az épületrész, hanem most már a többi épületrész is. Egyre több program kerül megszervezésre, és egyre többen kapcsolódnak be a diákönkormányzati munkába. Csapó Marianna, a Karcagi Diákönkormányzat elnöke elmondta, további egy taggal bővült a vezetésük. Az elmúlt időszakban képzéseken vettek részt, és szeretnék élettel megtölteni ezt a helyet, ami már második otthonukká is vált. Különböző filmklubokra fogjuk felhívni a figyelmet, hogy esetleg akit érdekelnek az ilyenfajta filmek, akkor ők eljöhetnek nyugodtan, akkor tervezünk akár sakversenyeket, vagy bármilyen társasjáték délutánt, akár pingpongozhatnak is, főleg, hogyha majd meg fog nyílni a másik kettő terem, ahol lesz kialakítva tanulószoba külön, illetve egy ilyen klubszoba. Szóval ilyenekben is gondolkodunk. A diákönkormányzat elnöke elmondta, hogy igyekeztek minél otthonosabbá tenni az irodát, ami a visszajelzéseket hallva sikerült. Jelenleg egy bál előkészületei zajlanak, de hamarosan egy Halloweenhez kapcsolódó programmal is előrukkolnak. Egy jelmezbárra beöltözős, filmnézős délutánra várnak minden jelentkezőt és érdeklődőt ebben a hónapban.